Sziasztok, én Horváth András vagyok, és a mai epizódban egy olyan alkalmazást mutatok nektek, ami megmenthet minket a parkolásnak a gyötrelmeitől, és itt van velem Somogyi Zsolt, aki segít nekem bemutatni, hogy miről is van szó. Hello! A parkoló alkalmazásról van szó, és hát annyit elárulok, hogy én nemet szoktam mondani az ilyen megkeresésekre, amikor ilyen appot mutassak be, vagy Xiaomi telefont, vagy ilyen mindenféle megtalálnak, viszont amikor a parkoló appot kipróbáltam és megláttam, akkor azonnal láttam, hogy ez egyrészt zseniális ötlet, másrészt erre valók az okostelefonok, harmadrészt megoldhatja azt, amivel ma én is szenvedtem, amikor jöttem hozzátok, hogy 40 percig nem találtam parkolóhelyet. Mi is így láttuk, tehát amikor a szolgáltatásunkat elkezdtük fejleszteni, ez teljesen egy ilyen tapasztalásból jött az ötlet is maga, hogy tényleg a belvárosban, tehát itt látjuk, hogy köröznek az autók, simán lehet, hogy azt az autót 3 percben fogjuk látni, mert próbál leparkolni és nem talál helyet, és tényleg az, amit a belvárosban így köröznek össze-vissza az autók, és próbálják letenni az autójukat, de nem olyan egyszerű. Van egy ilyen adat, amit olvastam, hogy Budapest belvárosában a mozgó autóknak a 30%-a az parkolóhelyet keres. Igen, ez egy pár évvel ezelőtti statisztika. Ez szintén, amikor elkezdtük fejleszteni az appunkat, akkor találtuk. Ez ugye tényleg arra vonatkozik, hogy a kimondottan a belvárosi forgalomnak a 30%-a az minden egyes időpillanatban parkolóhelyet keres. Ami egészen elképesztő szám, tehát 30%-kal kevesebb autó lenne az utakon, hogyha mindenki azonnal találna parkolóhelyet. Egyrészt kevesebb is lenne, ugye a károsanyag kibocsátás is sokkal kisebb lenne, hogyha elektromos autóval mész, akkor sokkal tovább tudnád használni az akkumulátorot töltöttségét is, mert nem köröznél össze-vissza, illetve ugye ezek az autók helyet is foglalnak az utcán. Nem keveset. Erre nyújt nektek megoldást az alkalmazás, amit kitaláltatok, és szerintem tényleg zseniális ötlet, és elképzelni nem tudom, hogy mennyi munka van benne, meg hogy az egész, ahogy működik, az is félelmetes. Mesélj kicsit az appról, és egyébként kéne is egy parkolót keresni. És az én telefonom az videózik, úgyhogy a tiédet venném igénybe, és akkor meg is mutathatjuk az appot. Rendben. Tehát ugye Parkölnek hívják az applikációnkat. Az ötlet az onnan jött, hogy a belvárosban egy csomó olyan parkoló hely van, jelen esetben irodaházaknak a parkoló kapacitásai, vagy akár parkolóházak is, amik nincsenek teljesen kihasználva. És ahogy így megyünk végig az utcán, mindenkinek az jut eszébe először, hogy na, gyorsan megállok valahol itt az utcán jobb oldalt vagy bal oldalt, mert ezeket a parkolóhelyeket látom. Viszont közben ugye egy csomó olyan parkoló helyszín is van, amit nem látok, mert a föld alatt van, itt például pont előttünk épül most egy új helyszín, itt a József Nádor téren, ez benne lesz a föld alatt, fölötte egy szép nagy park lesz, senki nem venné észre egyből, de ugye amióta vannak ezek a digitális szolgáltatások, illetve applikációk, ezekkel nagyon könnyen meg tudjuk ezeket a helyszíneket találni. Tehát az alkalmazásban láthatom ezeket a parkoló helyeket, amiket nem feltétlenül tudnék, főleg egyébként, hogy a vidékről jön fel valaki, az biztosan nem ismeri ezeket a parkoló mélygarázsokat, parkolóházakat. Igen. Tehát egyrészt megtalálhatom ezeket, de nem is ez a legnagyobb truváj benne, hanem az, hogyha odaérünk, akkor ki is nyithatjuk a sorompót, meg bejuthatunk olyan helyekre, ahova egyébként nem jutnánk be. Abszolút. Ilyen titkos garázsokat is felfedezhetünk a városban, legalábbis gondolom ez a cél. Ez hosszú távú célunk mindenképpen ez, hogy tényleg olyan helyeken is meg tudjál állni, ahol idáig nem. Maga az ötlet megformálásánál is ugye az volt a probléma, hogy oké, hogy megmutatjuk ezeket a helyeket, oda is tudunk navigálni egyszerűen egy bármilyen beépített navigációval, de akkor jön a probléma, amikor neked be kéne jutni. Most adjunk mindenkinek egy számzárat, vagy egy kódot, adjunk egy belépőkártyát, vagy a biztonsági őrnek megmutatod, hogy figyeljenek, mi, de van egy foglalásom, engedj be, létszi. Tehát ez nem működik, viszont ugye a digitális technológiák segítségével megoldhatóak ezek a nehézségek is, és fejlesztettünk egy speciális nyitóberendezést, amivel fölokosítjuk ezeket a helyszíneket, elhelyezzük a parkolóházban ezt az eszközt, rászereljük a sorompóra vagy a garázskapura, és amikor ténylegesen ott van a felhasználónk, akkor az applikáció segítségével ki tudja nyitni. Akkor itt jön a következő kérdés, hogy oké, hogy bejutottam, de ezt a parkolásomat ezt valahogy ki is kell tudjam fizetni. Ezért egy fizetési megoldást is beépítettünk az appba. Az elején beregisztrálod a bankkártyádat, ugyanúgy működik, mint például a nem is tudom mi volt, ami hasonló. Én beregisztráltam, kb. 5 percet vett igénybe, meg ott a bankkártyámat. Bemar a bankkártyát, és az ugye nagyon fontos a szolgáltatásban, hogy nem kell minden egyes parkolásnál elővenni a bankkártyát, megadni az adatokat, minden egyszer beregisztrált, és utána automatikusan vonja a kártyádról a parkolásnakat. Megnyomok egy gombot, kinyílik a sorompó, ezt majd is próbáljuk. Igen. És utána megmutatja a parkolóhelyet,
olyan esetben, hogy ha az összes parkoló pozíciót mi kezeljük, vagy csak egy pár parkoló helyre tudsz leállni, tehát mondjuk egy irodaházban azt mondják, hogy az 1-től a 10-es helyig a parkolós parkoló pozíciók vannak, akkor konkrétan az applikáció megmondja neked, hogy hanyas helyre kell odaállni. Olyan helyen, mint például, ahova most megyünk, itt... Most fogjuk összetörni. Kavarodás. Olyan helyen, ahova például most megyünk, oda bárhova leparkolhatsz a parkolap segítségével. Hova is megyünk most? Ide az Aranykéz utcai parkolóházunkba megyünk. Ha a címre rákattintasz, akkor egyből megnyitja az alapértelmezett navigációs szoftvert a telódon. Begin driving. Na, azt még meg is mondja, hogy elindulhatunk. Ezt például tökre nem tudtam, hogy itt van ez a parkolóház, esküszöm. Oké, és akkor most itt befordulok. Befordulsz, rámész, hogy parkolás indítása, és meg fogja kérdezni, hogy melyik sorompó előtt állsz. Ugye van egy bejárat jobb, meg egy bejárat bal. Ugye itt el van helyezve egy matricánk, mintha jegyet húznál, annyira kell megállni, és azt mondom, hogy én a bejárat jobb előtt állok, megnyomom a jobbot, és kinyílik a sorompó. Ez ilyen varázslat, de tényleg. Jó, értem, hogy persze internet, meg minden, de hogy, tehát, hogy ez ilyen gyorsan ez működik, ennyire gyorsan, és akkor mehetek bárhol meg. Bárhova megállhatunk. Figyelj, azért erre így le a kalappal, de tényleg. Tehát, és hogy... itt ugye már mutatja, hogy kérjük parkolj egy tetsző le a szabad helyre. Tök jó. És miután benne vagy a parkolásban, itt van a kiárat, mehetünk nyugodtan egy kört is akár. Hát megyünk ki, mert most nem akarunk megállni. Az első 10 percem úgy ingyenes. Ha nettán nem talált volna az ember helyet, akkor az első 10 percig ki tudsz jönni. És te lesz egy ilyen virtuális parkoló egyet, ráböksz, hogy parkolás részletei, itt ugye látod, hogy mióta vagy benn, parkolás befejezése, és akkor megint ki kell választani, hogy melyik kiárat jobb. És a mögöttünk lévő elképzelni nem tudja, hogy minket miért engedett. És ugye, hát ebben a legeslegnagyobb jóság szerintem, hogy nem kell parkoló egyet húznunk, meg kifelé jövett valami parkolóautomatát keresnünk, és aprót keresni, nem fogadja az 1000-est, 500-ast. Mikor lesz ilyen a plázákban? Például én elég sokat járok plázákba, különböző dolgok miatt közel is van hozzám, és ott szoktam tárgyalni, és hogy mindig iszonyatos macer ez a parkolójegy, és nem fogadja az ezzel sorban, hogy mikor oldjátok meg? A technológia az amúgy már adott, ezt gőzörővel fejlesztjük, és tényleg a kapujába vagyunk annak is, hogy akár ilyen hatalmas nagy helyszíneket ki tudjunk szolgálni, és még ennél is sokkal kényelmesebb parkolást tudjunk biztosítani, tehát még a telefonodat csak kell elővenni. Itt ugye szükség van arra, hogy ezek a nagy helyszínek is partnerek legyenek abban, hogy ezt a rendszert bevezessük, és tényleg azt szem előtt tekintsék, hogy az autósoknak, tehát a parkoló autósoknak mi a legkönnyebb. De hát ez nekik is jó. Abszolút plusz jó. Ügyfeleket tehát kapnán. Egyrészt plusz ügyfél, másrészt azt látjuk, hogy az ilyen nagy parkolóházaknál, főleg a bevásárlóközpontoknál, ami a szűk keresztmetszet, az mindig a be és a kiutás. Tehát benn akár több ezer parkolóhely is lehet, de akár egy vagy két bejárat van, ott van a legnagyobb torlódás, viszont ezzel, hogyha egy ilyen nagyon gyorsított behajtást tudunk biztosítani a helyszíneknek, azzal azért ők is időt spórolnak, és sokkal nagyobb lesz a felvevő kapacitása a helyszínnek. Oké, tehát kedves garázstulajdonosok, kedves emberek, akiknek a kezetekben van az, hogy hogyan működik a garázsba behajtás, kihajtás, jegyrendszer, stb. A parkolósoknak küldjetek egy e-mail címet, majd a leírásba beteszem szépen a videó alá, mert hogy én azt gondolom, hogy most hány ügyfeletek van? Tehát hány garázsotok van, ahol leállhatok? 20 helyszín van jelenleg, akivel le vagyunk szerződve, és... De kéne 200, 300, 500? Minél több. Tehát minél több. Belváros lefedjük, úgy mindenkinek jó lesz. Egyrészt ugye az autósoknak is, hogy könnyebben le tudnak parkolni. És egyébként olcsóbban is, ezt nem mondtuk el, azt hiszem, hogy valamivel olcsóbban is lehet. Most jelenleg igen, tehát egységes áron adjuk az összes helyszínen a parkolást. Ez ugye egy közös akciónk a parkolóházakkal, és ugye a parkkölel, mert azt látjuk, hogy tényleg ez egy nagyon kényelmes dolog az autósoknak. Tudják, hogy bárhova állnak a parkkölel, ugyanannyit fognak fizetni. Tényleg. Nem tudom, remélem, hogy átjött, de hogy odaálltunk a sorompóhoz, egy gombot megnyomtunk, kinyitott a sorompó, kijöttünk, ugyanúgy egy gombot megnyomtunk, azonnal működött. Tehát nem kell szenvedni ezzel, rengeteg időt lehet spórolni, abszolút. Szerintem rengeteg idegeskedés, tehát amikor a mamika ott állott a Józsi bácsi valakul autóban, és apjuk, akkor most van még egy 10-eset, hogy működik ez, és ott negyed óra mire kinyitott. Hát hatalmas sorbaállás. Tehát borzasztó az egész. Igen. Úgyhogy ezt megoldaná szépen, hát főleg plázákban nagyon jól jönne, meg az, hogy tényleg kellenek ezek a garázshelyek a városba, hogy le tudjak parkolni. Tényleg jöttem majd a parkolósokhoz, és 40 percet keringtem az 5. kerületbe, ott a Lánchíd, Arany János utcában vagytok.
40 percet, gondoltam, hogy hamarabb idejövök, felszerelem a kamerákat, hogy ne kelljen időt tölteni, 40 percemet telt, és így jó, elővehettem volna parkolapot, de akkor még nem töltöttem le, úgyhogy ezt nem tudtam. Mi kell nektek? Akkor garázsok kellenek, meg ügyfelek. Tehát töltsék le az ügyfelek is a parklapot. Abszolút. Töltsetek le, parkol. Ugye ez a parkolból lett. Parkolból, igen, elhagytuk az ót, igen, parkol. Illetve azért az is, az nem titok, hogy ezt nem, tehát nem csak Magyarországon szálljuk a szolgáltatást, ennek ugye nemzetközi szintéren is meg kell állni a helyét. Külföldi városokban is ugye kezdjük a terjeszkedést, és az angol parkol, tehát olyan nevet kellett találjunk, ami könnyű megjegyezni. Ami külföldön is jó tud lenni. Igen, tehát ugye helyszínekre van szükségünk, ahova ugye be tudnak állni az autósaink, és az nagyon fontos, hogy tehát nem kell ennek egy profi garázsnak lennie, mert hogyha már egy garázskapu van, és van benne egy pár szabad hely, azt tudjuk nyitni, zárni, ugye fizetési megoldás benne van, a helyek tudni fogják, hogy amúgy kiparkolt náluk, mennyi időt, tehát az is nagyon fontos, hogy ez nem egyszerűen csak egy appos parkolás, hanem a meglévő parkoló rendszereket digitalizáljuk, tehát egy digitális platformhoz, okos parkolás, pontosan. Mennyibe kerül ez az üzemeltetőknek a letelepítése? Mert azért ez egy komoly cucc, ha jól sejtem. Hát maga az eszköz az egy nagyon komoly eszköz. Ezt a kiadó helyszíneknek ingyenesen biztosítjuk. Tehát nincs. Ezt ti odaviszitek ingyen, odaviszi... letelepítetek és működik más. Igen. Telepítjük, és maga az eszköz ingyenes. Az is nagyon érdekes, hogy onnantól kezdve, hogyha egy helyre egy ilyen park gatewaynek hívjuk ezt a berendezést, tehát onnantól kezdve lesz egy IP címe a garázsnak, tehát egy okos garázsa lesz a tulajdonosnak, onnantól kezdve egy csomó extra szolgáltatást föl lehet rá fűzni, akár egyedi foglaltságjelzést, akár elektromos töltők. Elektromos autótöltők, hogy ott ilyen elektromos autótöltők vannak, és nem is értettem először, hogy miért, aztán rájöttem, hogy ott már ilyen kis ikonotok is van, hogyha jól láttam, hogy majd az elektromos autó töltőket is lehet látni. Lehet szűrni, keresni. Gondolom, ha fizetősek lesznek a töltők, akkor ezt is meg tudjátok oldani. Mennyire árulhatunk el ilyen titkokat? Hát jelenleg még ezek kicsit titkos fejlesztések, de amúgy egy pár héten belül az első pilot helyszínünket ki fogják tudni majd próbálni az elektromos autósok. És minden titkot elmondtál. Még egy dolog eszembe jutott, visszatérve a legelejére, amit elmondtunk, hogy 30% autó parkolóját keres, és ha már elektromos autós sorozatom van, azért azt mindenképpen megemlíteném, hogy hát 30%-kal kevesebb autó a belvárosban, az 30%-kal kevesebb szennyezés, és tudom, hogy az embereket nem az érdekli, hogy zöldek legyenek, és mindig a pénz, meg a kényelem, meg emiatt töltenek le alkalmazásokat, vagy vesznek elektromos autót, vagy bármi ilyesmi, de azért szerintem ez is egy szempont, és gondolom nálatok is ez egy mozgatórugó volt, amikor elkezdtétek ezt az appot fejleszteni, meg az egészet kitalálni. Mindenképpen, igen. Meg ugye azt is látjuk, hogy tehát a modern nyugat-európai városoknak nem az a lényege, ugye ami ráadásul ugye nagyon magas a motorizáltság, nem az a lényeg, hogy minél több autó álljon az utcákon, meg a járdákon, hanem minél több garást építsünk, és az autókat tényleg akár a föld alá, vagy akár az épületekbe parkoljuk le, és ezeket az így felszabaduló köztereket hasznosan tudjuk. Pontosan, élhetőbb városokat hozzunk létre, akár sétáló utcákkal, kávézókkal, bármi más. Lásd Bécs például, ott nem nagyon állnak autók az utcán. Egyáltalán nem. Na jó, figyelj, nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a bemutatót, szerintem érdemes lenne majd egy következő részt is csinálni, mert azért érdekes dolgokat láttam az irodátokban, csak most mindenképpen ki akartam próbálni az alkalmazást, hogy ez tényleg így működik, mert én nem akartam ezt elhinni, azt hittem, hogy ez valami bluetooth-os hülyeség, és így majd így jól beégsz, és nem fog működni. Szerencsére sokkal gyorsabban működik. Igen. Szerintem köszönjünk el, de még előtte még egyszer szeretném megkérni a garázs kiadókat, tulajdonosokat, hogy keressék a parkolósokat az e-mail címe, amit majd a videó alá is beteszek. És hát a nézőim pedig töltsétek le az alkalmazást, és kezdjétek el használni, mert tök jól működik, nagyon jó, és nyilván nektek is kell az, hogy minél több ember használ az appot, mert ez egy ilyen tyúk vagy a tojás volt. Tehát, hogyha sokan letöltik, akkor sok garázs is lesz, tehát, hogy így ez teljesen klasszikus tyúk vagy a tojás, igen, most. Úgyhogy a következő epizódig sziasztok, hogyha tetszett a videó, akkor most már csatornámra iratkozzatok fel, töltsétek le a parkoló alkalmazást, a garázstulajok pedig írjanak e-mailt, és szereljétek fel ezt a cuccot, mert hogy nagyon-nagyon jó, és egészen véletlenül így itt egy parkolóhely, ahol nem férek be, akkor keressünk egyet a parkolóappal szerintem. Hajrá!
Okay. Ezzel a nagyon erőltetett mondattal elköszönöm, mert tényleg nagyon-nagyon hosszú lesz a videó. A következő epizódig sziasztok, Viszlát! Csáló! Sziasztok! Töltsd le a parkölt, és ne legyen többet gond a parkolás. Parköl. Garázs az egész város. És tényleg nem tudok megállni sehol.